A horgosi özvegy Zsuzsannáék standján is hatalmas volt a színkavalkád. 14 féle virággal érkezett a magyarkanizsai piacra, és mérettől függően 80 dinártól 400 dinárig lehetett náluk vágott virágot, csokrot, ikebanát vásárolni. Legjobban a nagyfejüket keresik, a kremisztet, valamint megy a csokros is ilyenkor már, fehérek, sárga, ikebana, bármelyik fajtája ilyenkor mindegyiket viszik. A tornyosi kecskeméti virágkertészet közel 1000 darab cserepes krizantémot kínált a piacon. A különböző fajta krizantémok ára nagyságtól függően 50 dinár és 400 dinár között mozgott. Legjobban mennek a nagyvirágúak, mindenféle színnel kint vagyunk, az emberek inkább a színesebb virágokat keresik. Körülbelül hány vásárló fordult meg nálatok eddig a mai napon? Hát a mai napon körülbelül 100-150 vásárlónk volt eddig, de még mai nap várjuk a többséget, még egy 300 vásárlót körülbelül várunk. Mécsesből sem volt hiány a magyarkanizsai piacon. A Liptákházas párnál már hetek óta kaphatóak a különböző méretű és színű mécsesek is. 20 dinártól és egész 300 dinárig vannak. Olajmécsest azt keresik legjobban, és a betétek, úgyhogy szép tükrösek vannak, szépek. Szélpálpiroska különböző mécseseket és saját kezüleg készített koszorúkat is kínált a piacon. Élő alapon művirágot, meg a fiaméknak segítek a műkoszorúkat árulni, és akkor így. Milyen árban mozognak magánál a koszorúk és a mécsesek? Hát nálam most a koszorúk 600 dinártól 1600-ig voltak, de már most csak az 1000-től fölfelé maradtak. A többit eladtam, szép, sokat eladtam, nagyon, egy 100-at biztos. Akiknek még nem sikerült megvenni a tervezett virágokat, mécseseket, azok pénteken, szombaton és vasárnap délelőtt is megtehetik még a magyarkanizsai piacon.